Elérkeztünk a negyedik naphoz, megint csak extrém rövid intro, frissen mosott haj, csodálatos. Nagyon-nagyon későn veszem fel ezt a videót, egyébként fun fact, hogyha valakit érdekelt, olyan csodálatos az időbeosztásom és az időmenedzselésem, hogy az összes videót az előző nap veszem fel, és el sem merem mondani, hogy mennyi az idő most, viszont van egy kis saját kézzel gyártott plusz elemünk ehhez a sminkhez, arcfestéshez. Láttátok már az index képen, de úristen, ezt a sminket fogjuk elkészíteni a mai videóban. Amikor megláttam az üzeneteim között, azt hittem, hogy sikítani fogok. Nagyon-nagyon tetszik, akárki csinálta, nagyon kreatív vagy és nagyon király. Úgyhogy ez lesz, amit a mai napon el fogunk készíteni. Előttem van az összes létező zöld szín, ami a repertoáromba szerepel, viszont nem fogok swatcholni, extrém hosszú lesz a videó, előre is elnézést kérek. Én azt mondom, hogy minél hamarabb kezdjünk bele, gyertek egy kicsit közelebb, és azonnal kezdjünk el vázolni. Egy kicsit szárazabb az arcom, mint szokott lenni, mert hajmosás után nem kentem be rögtön. Hosszas gondolkozás után az első lépés valóban az alapozás lesz, úgyhogy felviszek egy kis primert, mert tényleg nagyon-nagyon száraz az arcom, és elképesztően csúnyán fog kinézni az alap. És akkor kezdődjön az alapozás. Jöhet egy minimális korrektor. Na jó, annyira nem minimális. És arra gondoltam, hogy még mielőtt púdereznék, gyorsan felteszem a P. Louise Base-t. Lehet, hogy utána még egy kicsit hozzá kell nyúlnom, viszont az alapot szeretném beleolvasztani a sminkem többi részébe. Egy nagyon lightos fixálás, ugyanazzal a Douglas-os púderrel. Nem szeretném összetapicskolni majd az arcom, úgyhogy gyorsan lefújom fixálósprével, utána kezdhetjük a szemet. Az egyik oldalon piros fog kell lenni, a másik oldalon pedig citromsárga, és arra gondolok, hogy Gemstars palettából fogok színt választani, mind a kettőt, a citromot és a pirosat is. És nagyon óvatosan, de nagyon egyszerűen csak egy színnel fogok egy nagyon kevés kis árnyékot csinálni, ugyanis a kígyók azok szerintem úgy néznének ki a legjobban, hogyha konkrétan a mélyítő vonalból nőnének ki, majd hát indulnának el felfele. Egy kevés alapot azért szeretnék, hogy ne csak a tusvonal legyen, habár van valami fehér csík is, azt fogalmam sincs, hogy mi, és azt nem hiszem, hogy meg fogjuk tudni csinálni, de arra gondoltam, hogy csak egy nagyon erős és hosszú, nagy tusvonalat fogunk csinálni, de egy kicsit be kell hozzá alapozni, úgyhogy eldolgozom még egyszer a P. Louise Base-t, és kezdjünk is hozzá. Kezdek a citromsárgával, mert abban sokkal biztosabb vagyok. Egy nagyobb ecsettel fogok elkezdeni satírozni, és először a mozgó szemhéjamra elkezdem felütögetni a citromsárgát, és megnézem, hogy meddig ér, és túl nagy lesz ez az ecset valószínű. Körülbelül egyébként erről lesz szó, egészen tetszik is a megvalósítás, csak szeretném, hogy egy picit azért sötétebb lenne talán, nem sokkal, de egy kicsi plusz árnyékot azért szeretnék még oda. Előveszek egy kisebb satírozó ecsetet, és elkezdem egy cseppet felépíteni a színt. Ennél viszont nem is szeretném egyébként jobban, úgyhogy a széleit megnézem, hogy biztos el van-e dolgozva, és az egyik oldallal készen is vagyunk. Nekem ez teljesen rendben van. Az alsó szempilla vonalon nincsen semmi, fehérrel majd ki fogom húzni a vízvonalamat, és ha minden igaz, akkor van még alsó műszempillám, és azt fogjuk feltenni. Másik oldalra jöhet a piros, amitől már egy kicsit jobban félek.
csak piros egymagába elég félelmetes. Illetve arra is oda kell figyeljek, hogy ezt, hogyha nagyon elkezdem elsatírozgatni, akkor még a végén véletlenül rózsaszínnek fog tűnni, amit nem kifejezetten szeretnék. Ehhez mindenképpen veszek elő még egy kisebb ecsetet. Leglehetetlenebb pózokba, mélyítő vonalba bepakolok egy kicsit többet. Piros, és a sárga is ez lesz, ugyanis a másik sárgám a Supra Color, és az olajos bázis, ami sárga tiszta, sárgával így mindig olyan magasra tartom. A sárga tiszta, és azzal elégedett is vagyok, viszont ha megnézitek, a piros, az egy kicsit túl meleg piros. Felvettem a piros Aqua Color-t, és tükröt se tudok megfogni, hogy akarok tusvonalat húzni. Ez totál narancssárga. Néha nagyon szőke tudok lenni. Oké, dísz. Tökéletes piros itt van konkrétan a szemem előtt, és nem veszem észre. Tehát feloldottam egy kevés rendes pirosat, és majd átmegyek máskon. Nem fogom túl cicásra húzni belül, ugyanis belülre zöld simert tervezek tenni. Sose gondoltam volna, hogy valaha piros tusvonalat fogok húzni. Nem tudom, hogy ez hogy sikerült, de kifejezetten tetszik a tusvonal. Úgyhogy az első része pipa, már csak ugyanezt meg kell ismételni a másik oldalon is. Oké, okay, I'm done. Nem nyúlok hozzá többet. Lehet, hogy ez is amúgy nem sárga akart lenni, hanem arany. Na mindegy, most már sárga maradt. Olyan közel vagytok, hogy ez hihetetlen. Megfejtettem azt hiszem a trükköt a kígyókhoz. Ugyanis nincsen ennyi fajta zöld Aqua Color-om. Viszont a James Charles palettában pont az a két fajta zöld van, amire szükségem van. Úgyhogy egész egyszerűen vízzel fel fogom őket oldani, és itt teszteltem, hogy teljesen jól működik, és nagyon vékony vonalat tudok húzni. Úgyhogy kívülről fogunk haladni, lesz egy világos színű kígyó kívül, lesz egy sötét méregzöld középen, és belül meg egy terepzöld. Megpróbálom azt megcsinálni, ami nem biztos, hogy sikerülni fog, hogy az egyik szememen a középső, a másikon pedig a két szélső, az a szemöldököm felett fog elmenni, a másik pedig alatta. Tehát olyan lesz, mintha egy átbújkálnának. Na most, hogy ez sikerül vagy nem, meglátjuk. Egyik James Charles-os zöld konkrétan ellenáll a víznek, de olyan szinten, ilyet még sose láttam. Valószínűnek tartom, hogy ezt a színt újra kell terveznünk, mert ez túl macerás lenne. Sajnos le kell tenni a három nagyon eltérő színű kis kígyónkról, ami miatt igazán szomorú vagyok, mert tökéletes lett volna. Kezdjük el akkor megrajzolni az első kígyónkat. Ami úgy fog kinézni, hogy innen indul. Ide teszem magam mellé valahova a képet, hogy tudjátok követni, hogy mit csinálok, viszont csak kígyót fogok rajzolni, körvonalat, és nem tudok közben beszélni, mert elképesztően nagy koncentrálásban vagyok.
jöhet gyorsan a kitöltés, utána megyünk is tovább. Most hagyom teljesen megszáradni. A szemöldökömet még meg kell csinálni, viszont nem akarok most ott matatni, úgyhogy megcsinálom szerintem az alsó részét az arcomnak alapozás téren, és elkezdem felvinni azokat a pikkely-szerű dolgokat. Hagyom, hogy a púder megszáradjon az arcomon teljesen, és amíg megszárad a púder az arcomon, addig szerintem elkezdem megcsinálni a szemöldököm, mert úgy érzem, hogy teljesen szárazak a kígyók, úgyhogy lássunk is hozzá. És most fogjuk nagyon nagy hasznát venni a NYX-es kis ceruzának, vagyis inkább tollnak, ugyanis egy csomó helyre nem fértem be a rendes ceruzával, viszont ezzel biztos befogok, és nagyon jól ki tudom majd pótolni a kis szálakat. Picit átfésülöm. Fixálást hagyjuk, még kezdjünk bele a kontúrozásba igazából, hívhatjuk így, mert végül is az. Most viszont mindenképpen használni fogjuk a legvilágosabb zöldet, a Stars-ból, amit az előbb sajnos nem tudtunk. Egy pár hete kaptam egy ilyen Paul Moyes-os palettát, és ebben van egy ilyen almazöld, és arra gondoltam, hogy ezt kipróbáljuk belső sarok highlightnak, ugyanis a képen mind a két belső sarok teljesen zöld. Ez amúgy szép. Előveszek egy satírozó ecsetet, és csak lightosan mártom bele, hogy tudjak egy kis árnyékot csinálni. Kicsit el tudjam dolgozni, igazából ne annyira egy pontba legyen. Ezt a zöldet valahol vissza kell még hozni, mert egy kicsit túl világos a többihez képest. Szeretném, hogyha valamivel majd tudna harmonizálni, és nem csak így egymagában lenne. De egyébként nagyon jó. Készen fel megy egyébként. Meglátjuk, hogy mennyire lesz ez kontúr, vagy inkább valami, nem is tudom, hogy minek hívjam. A lényeg az, hogy szeretnék egy szép átmenetet, hogy ne legyen sehol éles vonal. Nem tudom kamerán, hogy néz ki a zöld, de élőben nem olyan rossz. Ezután jöhet zöld, nem tudom, sötét zöld. Maradok ennél a James Charles fajta zöldnél, ennél, és később, hogyha árnyékolni kell, inkább ahhoz fogom majd ezt használni. Nem is biztos egyébként, hogy jobban el szeretném dolgozni, ugyanis erre fognak mindjárt rájönni a pikkelyek. Viszont minél tovább nézem a
képet, annál biztosabb vagyok benne, hogy ennek nem sárgának, hanem aranynak kellett volna lennie. Úgyhogy lehet, hogy majd áthúzom magát a tust, nem tudom, viszont ide a pikkelyeket, azokat biztosan arannyal fogom felvinni. Ami azt jelenti, hogy a kis mindenes ecsetemet kimostam. Ez is egyébként Lush-nak egy csodálatos tusa. És nincsen túl sok pikkely, úgyhogy megpróbálom szépen elrendezgetni őket. Kérlek, legyél jó. Oké, változott a terv. Először megcsinálom citromsárgával, utána pedig megcsinálom arannyal. Át fogok menni rajta, viszont úgy néz ki, hogy az aranynak kell valami alap, már ha a citromsárga egyáltalán fog látszódni. A másik oldal. Ezt most tényleg meg kell várni, hogy megszáradjon, ugyanis az aranyjal nem fogok tudni rámenni, amíg nedves, viszont addig van dolgunk. Úristen, belenyúltam. Ugyanis a kígyóinkon a részleteket még be kell fejezni, és az első, szinte a legfontosabb részlet, az nem más, mint a szemük. Megpróbálom először feketével, hát ha működne. Mert hogy egy kicsit túl kerekre csináltam a szemüket. Majd ezután fehérrel csak egyetlen egy pöttyöt szeretnék bele. Kicsit ettől mondjuk mesefigurás szemük lett. Jó, így nem rész azért, ugye? Remélem. És ezután a következő nagyon fontos részlet, hol a pirosam, mindenképpen szükségük van nyelvre. És az utolsó feladatunk kígyó téren, hogy valami mintázatot adjunk nekik. Szerintem ehhez mindegyikhez feketét fogunk használni. És az utolsó szerintem megint kis háromszögeket fog kapni. Menet közben körvonalaztam a kígyókat, úgyhogy az is kész van, a kígyókhoz már nem fogok hozzányúlni. Viszont amihez hozzá fogok nyúlni, azok a kis pikelyek, és elsősorban egy kevés árnyékot szeretnék nekik adni, mert nem is annyira láthatók, illetve szerintem jól fog kinézni. Legalábbis itt jól néz ki, aztán majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Egy pici ceruza ecsetet veszek elő, nem tudom, hogy ez jó lesz-e a feladatra, de ezzel fogom elkezdeni. És igazából csak annyit csinálok, hogy a körvonal körül teszek le egy kis árnyékot. Majd miután letettem mindenhova, ahova szerettem volna, teljesen kitörlöm az ecsetemet, és elkezdök satírozni. Oké, másik oldal. Oké, véleményem szerint az árnyékolás az ennyi. Ezután egy kis lapos ecsetet veszek elő, és megkeresem a legaranyabb aranyszínt, amit találok
palettákba, ugyanis belőle szeretnék valami kis csillogósat tenni. Kimondtam a varázsszót. Tati palettát vettem elő, és konkrétan a csillámból veszek fel. És abból fogok igazából a kis pike közepére tenni. És most, hogy ez megvan, nem feltétlenül az egész pikkelyre, de részeire szeretnék tenni az aranyból. Ó, ez jó! Ami teljesen kimaradt ebből a rutinból, az bármiféle kontúr, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy nagyon kicsit ezt szeretném bepótolni. Először... alul. Kicsit bronzerként átmegyek itt az orromon is. Előveszek egy kisebb ecsetet, és a homlokomra is egy keveset felütögetek, hogy egy picit legyen színe. Most pedig rajzoljuk meg az utolsó rajzolt elemünket igazából, ami nem más, mint a kis kő középen. Aminek az alapja megint citromsárga, gondolom akkor, hogy arany, viszont ténylegesen citromsárgával szeretném megrajzolni, mert az aranynak, ahogy láttuk, ad egy nagyon jó alapot. Ezután pedig belőle természetesen megcsináljuk a piros kövecskét. Most pedig jöhet a műszempillam. Amíg megszárad a kövecske, addig ezt megcsinálom kamerán kívül, és utána jöhet az utolsó pár lépés. I love it! Pillák kicsit csúsznak le. Nem csúsznak, csak tudjátok, nem tartják így magukat. Jöhet a rúzs, utána jöhet a fejemre az a kis cucc, és kész vagyunk. Úgyhogy zöld rúzsom sincs, nyilván meglepő. Meg fogom próbálni ugyanúgy, mint a kígyóknál a zöldet, vízzel megcsinálni. Lehet, hogy nem jó ötlet, de megpróbáljuk. Ez a rúzs hatalmasat dob az egészen. Megcsinálom a hajam, utána jövök és lezárjuk ezt a videót is. Ha ez nem szó szerinti teljesítés, akkor nem tudom, hogy mi. Találtam karikafülbevalót is, és azt megígérhetem egyébként, hogy az első és az utolsó helyzet, amikor karikafülbevalóban láttok, nem nekem van kitalálva. Nem tudom, hogy látszik-e egyébként a kis kristály, amit csináltam. Lehetett volna nagyobb. Köszönöm szépen annak, aki rajzolta. A holnapi napon természetesen egy még extrább sminkkel érkezek, amiről annyit elárulhatok, hogy egy illúzió lesz. Utána hétvégére jönni fognak a körmök is. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Hogyha igen, akkor mindenképpen dobjatok egy nagy lájkot. Csekkoljátok le Instán a képet, illetve TikTokon a lemosós videót is. Én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok ma velem. Holnap találkozunk. Nézzétek meg a közelieket. Legyen szép napotok. Sziasztok!